Mancini nénék udvarában mikor romlott le a löszfal? Új évkor délután 5 órakor. 94-ben? 3? 94, igen, 94-ben. Milyen káruk keletkezett? Hát azt nem tudom így felmérni, óriási. A férjemnek az összes szerszámai szobafestő, és előtte, fél évvel előtte meghalt a húgom, és onnan ide pakoltunk állatokat, baromfit, 2,5 mázsás disznót, de a disznót azt sikerült levágnunk még karácsony előtt, úgyhogy az nem maradt a romok alatt, de a 16 tyúk, meg egy gyönyörű kakas, meg 2 liba, a harmadik az megmaradt, és a férjemet kísérte azóta is, azután is, amikor ő nem ment be az orba, és így nem maradt a romok alatt. Azóta félelemben tetszenek élni? Hát, hogy ne félelemben. És akár még, ráadásul még a félelem mellett a nagy kár is, ez be a kis kertben nekem mindig megtermett, úgy nagyjából borsóba zöldség, és hát azóta nem tudtunk, szórtam el magvakat meg minden, de hát közben vittek el 18 kocsi földet, és... Várható volt, hogy a fal tovább omlik? Hogyne. És... Az illetékesek mit ígértek? Jaj, mit is mondjak. Végig csinálták, és valahogy az volt az érzésünk, hogy velünk egyáltalán nem törődnek, mert tényleg ígértek, majd jönnek, majd így, majd úgy, és olyan óriási összegeket áldoztak oda be, hogy nekünk már nem maradt pénz, mi már itt maradtunk csak úgy, és csak rettegtünk, hogy Istenem, mikor fog újra lejönni, és... Ettől a héttől kezdve azért nem kell félni, ugye? Hát talán, nem tudom. Úgy néz ki, hogy most már törődnek velünk. Nem akarok rossz májú lenni, de ez a 2 év, ami idáig elmúlt, azt mutatta, hogy ott vanni. Na, de kár, hogy nem pont. Úristen, na most tessék. Sikerült.